Itt most egy következő fontos kis állomás lenne az, hogy megértsük, hogy akár az Alföld, akár a Dunántúl tekintetében a nagyvárosokhoz képest talán miért más és miért fontos az Alföldön a tanyavilág, a Dunántúlon meg a vagy más hegyvidéki területeken a kisfalvak kapcsolata. Ez egy kis domborzati térkép. Jelen pillanatban ez a Balatontól körülbelül légvonalba 10 kilométerre található Dörögdi medence. És itt látjuk, hogy ezek a kis zászlócskák olyan falvaknak a neveit mutatják, amelyek lehet, hogy ma már nem léteznek, de nagyon fontos szerepük volt 6-800 éven keresztül, például Telegd, Imár, Alsó-Dörögd, Fokszód, és aztán sok minden, például a Kisbakony területét lehetne mondani. Imár különben egy jó török eredetű szó. A legfontosabb, amit ezen a térképen keresztül esetleg átgondolhatunk, mert most már jön az ősz, aztán hát így egy picit kellene folytatni a, mondjuk úgy, hogy a megfigyeléseket, hogy az Alföldön ugyanezeket a zászlócskákat, ha kihelyeznénk mondjuk akár Szentes környékén egy sík területre, akkor ott azt látnánk, hogy egy-egy tanya, amihez tartozik az állattartó helyek, mit tudom, körülbelül 10-15 ember él régen, vagy esetlegesen van mondjuk egy nagyobb major, ezek a tanyák 500 méter, 1 kilométeres távolságon belül ugyanígy egy hálózati rendszerben helyezkednek el. Jóval messzebb vannak a falvak. A falvak az Alföldön minimálisan is 1500 fő körül kezdődnek, és aztán egészen több ezer emberig emelkedhet, amit ma már nagyon sok helyen városnak hívunk. A Dunántúlon pedig, amit itt most nézünk, vagy a hegyvidéki területeken a falvak, 50, például Óbudavár, 200-250 fő, például Öcs település, vagy 300, vagy 400, vagy 600 fős települések. Ha már 1300-1500 körül vagyunk, Monostor-Apáti az egy óriási falu a Dunántúlon. Tehát az Alföldhöz képest itt inkább kisebb csoportokba tömörülnek egészen a II. Világháborúig az emberek, pár száz ember, viszont ezek a falvak nagyon közel vannak egymáshoz. Hát, ha most elképzelnénk fejbe, akkor Imár és Telegd között van 300 méter, Telegd és Dörög között van talán 1 kilométer, Telegd és Kapolcs között van talán 1,5 kilométer, Ráskó innen kb. 800 vagy 800 méterre, 1 kilométerre van, nagyon közel vannak a falvak, de ugyanazt a hálózati rendszert kell, azt a pókhálózatot kell elképzelni, mint ami az Alföldön a tanyavilág nevű kifejezéssel értendő. Ez a hálózati forma teszi lehetővé azt, hogy egy vérkeringés, egy érhálózat folyamatosan információkkal vagy árucserékkel, egy nagy létező vásznat hozzon létre, ami 1945 után aztán nagyon átalakul. Hát ez szerintem egy fontos dolog, hogy nézzetek körbe a környezetetekbe, és egy kicsit nézzétek így azokat a területeket, amelyek a nagyvárosokat éltetik.